Tartsunk egy kis közvéleménykutatást. Ki az, akinek ez tetszik? Csak a konkurensből van itt? Jó, ki az, akinek nem tetszik? Jaj, szigorúak vagytok. Nem azért hoztam el, hogy ebben most, ezzel most ilyen tetszési indexeket nézzük, de azért hadd mondjak el valami. Nagyon érdekes a dolog szerintem, hogy óriási balhé lett belőle. Az biztosan elérte ez a kampány, hogy beszélnek róla, így van. Tehát rögtön beírták szegény szentlőd a televízióba, kiderült, hogy egy színésznő a kapott hideget, meleget rögtön a social médiában, ahogy az nálunk szokás egyébként, mert ugye nálunk a legkisebb ügyről is rögtön világvége hangulat lesz egyébként, főleg akkor az ízlések összecsapnak, ezt majd be fogok mutatni a repülők kampány esetében is. És ugyanakkor nézzetek meg valamit, egy hete rakták föl a YouTube-ra, és 903 000 nézték meg a ma reggeli állás szerint, ugye? Ma 900 000 reklámot nagyon-nagyon kevés helyen néznek meg, tulajdonképpen szinte sehol azt lehet mondani. És azt is el szeretném mondani, hogy nem tudom, tudjátok, de ugye Magyarország második legnézettebb csatorná az RTL Klub után, az a YouTube. Bárki bármit mond, az a YouTube. És ugye ez egy 30 másodperces spot, nagyon vegyes fogadtatása van, viszont ami szemben az edekás spottal nagyon fura, hogy a like számok nagyon rossz arányban vannak, mert 9800-an írták azt, hogy tetszik nekik, viszont majdnem fele annyian, 4200-an mondták azt, hogy nem tetszik nekik. Emlékeztek az edekánál, ez 168 000 versus 6000 volt, tehát ugye nem lehet azt mondani, hogy ugyanolyan sikerrel ment volna egyébként a dolog. És ami nagyon furcsa, hogy szerintem egyébként ez egy jól kitalált dolog, és vajon mitől lehetett az, hogy egy kicsit félelem, mit gondoltok? Van-e ötlet? Operett? Nem vicces, nem hiteles? Politika. Nem hiteles, politika. Szokatlan, hát ez szokatlan valami, hát ott lehet jó is. Ugye? Aztán? Cériára sosem mosolyognak? Ő ezt nem én mondtam. Ez egy igen. Ugye én szerintem az egyik legfőbb oka az az, hogy egy tabut sért ez a reklám. Egy olyan tabut, amiről nem szeretünk beszélni. Bocsánat, nem örömi mindenkitől, senki, semmilyen sértő szándék nincs, senki ne vegye magáról. Ugye egy duci csaj, aki táncol, ugye a táncoló dinoszaurusz, ugye az ugyanúgy nem fér bele egy nézői fogadtatásba, mint mondjuk egy idős ember Magyarországon, mert ugye ezek olyan tabuk, amelyeket nem illik megsérteni. A hagyományos közgondolkodás szerint szerintem egyébként ez egyetlen baj ennek a dolognak. Mondjuk írhattak volna egy oldalt is, ha fölkenek egy profit mondjuk, de mondjuk ez egy másik. De mondjuk csak annyit szeretnék mondani, hogy ugyanakkor nagyon érdekes, hogy ez a vitás kampány bődületes eredményeket hoz a nézettség és a beszéd témává avatódás tekintetében. És hadd utassak meg valamit, amiket nagyon tetszik, hogy amikor elszabadult a pokol, és kiderült, hogy a lánynak nem természetes a mosolya, ugye az olyan, mint a villamos alá szorult embernek nem természetes a mosolya, akkor nagyon sokan megtalálták őket, bődületes kommentháború indult ez szokás szerint, viszont nagyon gyorsan reagáltak, ezt nem tudom, ezt a filmet láttátok, de Laci most megmutatja nektek. Szervusztok, életem!